fogunk úgy jelenni a idegenben és a hazai meccseken is úgy, ahogy az elvárható egy profi csapattól. Idegenben már Bálint sofőrködésével megmutattuk a csapatnak, hogy mit tud a busz. Valószínű, hogy a, nem tudom, a FTC elleni mérkőzésre is te leszel a sofőr. Bálint lesz a sofőr akkor szombaton is. Nem lesz könnyű dolog, egy fogas futam lesz, úgy érzem. Ellenfeleink is erősödtek, vezetnek is előttünk, és elég nagy a elvárás, a nyomás, a teher rajtunk. Nagy volt a csapat körül a jövésmenés, és egy csapatra való játékos, aki új játékos érkezett ide. Ennek egyszerű oka van, rosszul szerepelt, illetve az elvártnál gyengében szerepelt a csapat ősszel. Közben eldöntötték azt a célt, feladatot, hogy be kell jutni az NB1-be. Egy újonc, egy fiatal Bárányos volt. Őről nem akarok sokat mondani, mert mindenki ismeri már a pályafutását. Mi már dolgoztunk együtt korábban itt a Spariba. Egyik legkellemesebb meglepetés nekem, mentalitása, hozzáállása, erőléte, minden edzést végigcsinál, nem keresi a kiskapukat, plusz edzést vállal, és tud futballozni. Meglátjuk, én bízok benne, hogy évek óta megoldottuk azt a problémát, ami évek óta fennáll, mindig az a kifogás volt, hogy nincs a csapatnak egy igazi irányítója. Én úgy gondolom, hogy vele ezt megoldjuk. Ha nem sikerül, akkor elküldjük, vagy megbüntetjük. De Zsolti remek srác, úgyhogy össze fogja fogni a csapatot. Tibi nem újonc, a csapatkapitány, az én bemutatom. Annyit elmondanék róla, hogy nagyon jól indult most a felkészülése. Remek formában, szinte edzést nem hagyott ki. Egyik motorja lesz a csapatnak, úgy tűnik. Bajzát Peti. Pécsről jött, egyszer már sikerrel dolgoztunk itt együtt. Rúgott azt hiszem 22-t körülbelül. 23-at. Az lesgól volt a 23. Bízunk Petibe, ismerjük a képességeit. Ő az a típusú játékos, aki tud meccselni. Úgyhogy edzésen mit csinál, azon nem foglalkozunk, rúgjon gólokat. Van még egy szabolcsi fiunk, egy magyar fiunk, Bodnár Laci. Vele is dolgoztunk már együtt, úgy hogy lejött edzésre, nézegetett, kóstolgattuk egymást, most is úgy indult el, hogy fészemmel figyeltük egymást, aztán jött egy kicsit edzegetni. Korolaszki Gábor. Szombathelyre jött Gabis, volt válogatott futballista. Tavaly ősszel elég sokat küzdöttünk. Problémáink voltak a belső védőposzton. A Sipost műteni kellett, a Farkast műtötték, és úgy gondoltuk, hogy minimum 3 olyan belső védő kellene, akivel le tudjuk hozni ezt a szezont. Egyik a Gabi, a másik az Ambrusárpi, a harmadik pedig a Gyurovics lesz majd. Remélem, hogy elég. Ott fogynak az emberek, ott jönnek a sárgák, a pirosak, a sérülések. Abba bízok, hogy ezen a poszton ezzel a 3 emberrel meg tudjuk oldani, és a 3-ból melyik 2 játszik, azt mindig a pillanatnyi forma, meg szerencse, meg egyebek döntik el.